Ne higgyétek azt, hogy velünk ki lehet b***ni. Így jó? Köszöntöm kedves nézőinket! Én Tóth Benedek vagyok. Sziasztok, én Balázs vagyok. Ezt tisztázok már az elején. Melyikbe nézek? Jó, melyik kettőbe? Mert tudod, hogy szétáll a szemem is, hogy... Okay. Üdvözlöm kedves nézőinket, én Tóth Benedek vagyok itt. Én pedig Balázs vagyok, sziasztok. A mai napon egy rendkívüli dolgot fogunk bejelenteni, ugyanis reagálni fogunk a negatív visszajelzésekre. Próbálj, kicsit akarjuk tisztázni magunkat. Egybe nézzük. Nem csak, hogy tudod, mintha valami fontos dolgot olvasnál. Jó. A csingiringi egy rakás szar. Ezt is fel kell olvasnod. Az a komment volt. Oh. Szeretnénk tisztázni magunkat ketten. Akkor vágjunk bele, nem? Mm. Csináljuk. Akkor kezdjük! Kezdjéni. Kezdjük akkor a legnépszerűbb videóink alatti legrosszabb kommenteket. Most a mi videóinkkal fogjuk megnézni. Voltunk Marcinál, Miskovicsnál. Ő rakott ki velünk egy videót, amiben beszélgetünk együtt, és ott volt alatta ugye megjegyzések, amiket ki kell tölteni. Gratulálunk Marci, hulladék adás ezekkel. Most próbáljuk eljátszani azt, hogy mennyire érint meg minket ez rosszul, ezek a kommentek. Próbálunk egy kicsit a kommentelők stílusából kiindulni, ezért öltöztünk fel így szolidaritáskép. Van egy helyesírás hiba, hogy ezekkel, mert mi emberek vagyunk. Eddig sem volt magasan a szint, de most pont és egy sírós emoji. Hogy ez milyen? Ez az adás bukott, ezeket nem kellett volna. Most nagyon jól figyeljen minden ilyen kommentelő, ugyanis életed nagy napja van, végre valaki észreveszi őket. Nagyon leadtad a minőségét a műsornak, elég szánalmas volt, hogy ezeket hívtad be. Marci, többet vártunk tőled, és 96-an lájkolták ezeket a sorokat. Reakcióm erre, hogy ne higgyétek azt, hogy velünk ki lehet b***ni. Mert velünk nem lehet... Ne beszélj ilyen csúnyán. Velünk nem lehet kicseszni. Kutyafáját neki! Azt hittétek, hogy feldődünk ezen, de nem! Azért sem! De annyit elmondhatok, hogy ti nem vagytok a barátaim. Őket nem ismertem, de ez maradhatott volna így is. Sajnáljuk. Senki nem fog úgy ismerni engem, mint az anyukám. Igen, én ismerem magamat, és tudom, hogy kinek mi jó. Hogy ki, hova rendezhetem magam a hiába. Ők a nagy senkik. Istenem, nincs tartalom Magyarországon, ennyi erővel hívd meg engem is. Rosszul vagyok. Hol van az inhalátorom? Ez jó mélyre kellett ásni. Aljasabb embereket nem is lehetett volna meghívni. GG. Most megigazítottam a sapkámat. Volt még egy videónk Polecki Ricsivel is. Tudjátok, a rossz fiókének nagyon sok tetkója van, tudod? Szerintem a podcastet ezzel a két gyökérrel inkább kiseragd, mert csak nem akarod megdönteni a legkevésbé nézett videót rekordját, kutya nem kíváncsi ezekre. Hány megtekintés van ezen a videón, Balázs? 51 ezer. Nem gondoltam volna, hogy ezt a két uborkát kell majd néznem ezen a csatornán. Az finom, nem? Én szeretem. Én is. Olvasatok fel én is valamit? Olvas fel, te mennyit tudod, hogy nagyon érzékeny vagyok az ilyenekre. Bátor vagy. Tudom, a múltkor is kisétáltam a busz végig egyedül. Ha azt az ötletet nem ezekkel a bohócokkal csinálod, még jó is lehetne. Ja, mert bennem volt egy bohócprank az elején, tudod, ebben a videóban, és akkor arra gondol. Gratulálok, itt majdnem elértétek az átlag magyar IQ szintjének az alját. Nagyon alulról. Mondtam, hogy nem szerepelj a videóba.
Hát és sok buszos vagyok is, kamionosztam is egy évig, egy raklapon megfordulok csuklóssal, de egy ismeretlen autóval ekkora szutyokban 1.30-at össze tudtam volna kaparni, de a srácoknak minden tisztelet. Csoda, hogy nem égett le a kuplunk, tetkó szerintem teljesen korrekt, tarkóra egy pénisz elég meredek lett volna. De ez jó komment volt. Most mondtál, hogy pénisz fejön van. De nem így értette, hanem azt mondta, hogy ha hát... Mindegy. Van még negatív komment? Ja, hát... Nincs, vártam. Csak az van. Komoly, két szívecske. De ez jó. De mi vicces akartuk csinálni a videót is, azt írja, hogy ez komoly. Ricsi, te követőket szerezni szeretnél, vagy elveszíteni, mert ez nagyon rossz irány. Mi miért vagyunk ilyen rosszak amúgy? Ezt magadtól kérdez csak. Te csináltál olyan videót, hogy lőtéren lőttünk. Nem, az más volt. Az a másik személyiségem volt. Én nem szerettem volna senkit sem megbántani. Mert anyukám mindig azt mondta, hogy az élet olyan, mint egy doboz bombon. Te beszélsz? Nem lehet tudni, hogy mit veszel ki belőle. Ezt anyukám találta ki. Te okos anyukád? Nagyon. Hát az apukámmal pedig van egy fehér nagy Audia. Az én apukámnak meg nagyon nagy traktora van. Keresem a kommenteket, csak annyira nehéz rossz kommenteket kitalálni. Ja. Ó, McKendrivel egy közös kollab videó felkért minket, hogy beszéljünk vele. Azt mondta nekünk, hogy szerintem mi nem vagyunk jó videó, nem vagyunk annyira jó videósok. Sziasztok, skaci! Ki ez a jó képű gyerek a fejepólóban? Nagyon sok olyan káros tartalmat csináltatok már, ami a fiatal nézőkre egy kicsit azért tekintélyesebben van. Mm-hmm. Bocsánat, de kinyílt a csipám most már. Na. Ó, McKendry, amit mondott nekünk, videós mint videósnak, az teljesen tiszteletben tartandó igazából, mert elmondta a véleményét. Kellett neki a nézettség TikTokra? De légy szíves. Jó, most már átváltozunk, ez már sok volt így. Hol kezdjük bele? Ugye minden ember vét hibákat, és én is megbántam már jó pár dolgot, amit tettem esetleg itt a YouTube-on. Voltak hülyeségek, ilyen gyerekek voltunk, nem érett fejjel gondolkoztunk meg ilyenek. Viszont azt hozzá kell tegyem, hogy olyan dolgot akartunk csinálni, amit senki nem csinált még itthon. Egy olyan különleges dolgot, hogy nem leülök a kamera elé, beszélek hasonló, hanem kimozdulok, és olyan dolgot teszek, ami nem feltétlen fog tetszeni mindenkinek elsőre. Egy tényleges dolgot veszek fel, amit tényleg megtörtént. Éppen kint a szabadban. Nyilván ez megosztó volt, sokaknak nem tetszett meg ilyenek. Mi mindig valami egyedit akartunk, valami különlegeset. Vannak olyan videók is, amik törölt videók voltak, vagy olyan videók, amiken kicsit átestünk a ló túloldalára. Igen. Bizonyos korlátok közé próbálunk igazodni, nyilván azokat is feszegetjük, mert mi ilyenek vagyunk. Nyilván a legeslegelső és a legfontosabb az, hogy nektek milyen tartalmat nyújtunk. Elnézést szeretnék kérni minden egyes olyan embertől, akinek még mindig valamiért ezek a 4 évvel ezelőtti dolgok járnak a fejükbe, és az alapján ítélnek meg, és az alapján köveznek meg. Lépjetek túl ezeken, azóta már teljesen más irányba vagyunk. Lehet, hogy ugyanúgy viselkedünk, ugyanannyira elviselhetetlenek vagyunk néha. Volt például ez a lőteres incidens is. Túlságosan is felkaptuk a fejünket a negatív gondolatokra. Akkoriban annyira elítéltük ezeket a dolgokat, viszont megtanultam azt is, hogy nyilván persze kritizálhat bárki, mivel nyilván nézőknek csinálják a videót is, azoknak vagy tetszik, vagy nem, és köztük van az is, aki kritikát alkot, viszont nagyon szeretném azt is, hogy saját magatokba értékrendileg elrakjátok azt, hogy kritizálni sokkal, de sokkal könnyebb, mint a kamerának ennek a végén ülni. Mindig egyedi dolgokat akartunk csinálni, illetve az, hogy titeket szórakoztassunk. Nem feltétlen kell annak tanulságosnak lennie egy videónak, ha például bújóskázunk vagy fogóskázunk, hanem annak az a lényege, hogy ezt Poleszkésével beszéltük pont, hogy egy hosszú hét után leülsz hétvégén és megnézed egy videót és szórakozz rajta. Úgy gondolom, hogy a magyar YouTube-on nagyon sok ember túlságosan is komoly tartalmat csinál. És ezzel nincsen baj, mivel azokat a komoly tartalmakat is van olyan, aki megnézi és szereti is. Én is szeretem a komoly tartalmakat, viszont emellett szeretem azokat is, amikor szórakoztatva vagyunk. Több a komoly tartalom, mint például az olyasmi, amit mi csinálunk. Mindezek mellett köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik követnek minket és nézik a videóinkat és támogatnak minket. Eléggé nagy hajtóerők vagytok. A rossz indulatú kommentek és a negatív kommentek is hajtóerők, mivel próbálunk akkor arra is odafigyelni, amit ne tegyünk bele egy videóba, amit esetleg kibáztunk. A pozitív és a negatív visszajelzés is szükséges, ugyanis nem csak jó van, hanem van rossz is, ugye egy kapcsolatban, meg egy baráti kapcsolatban, egy házasságban is vannak. Ugye, kutyák között. Igen, mindig vannak hullámvölgyek, srácok, így kerek a világ. Nézzük így.
Köszi szépen, megnéztem ezt a videót, hogy... Na, peace!